1848-49-es esztendő mérföldkő a magyar nép történetében. Boldogság, szenvedés, remény. Ha ezt szót hallom, magyarok, szűknek érzem zekémet. Keblemben tenger kavarog, s mint a trombiták köszöntenének. Mintha a régi hősidal csendülne fel tisztán, de élnek a régi regék, élnek a hírövezte óriások. Ó, ez a sors mind ismerős, szabad zászlóval, büszke fővel, ősi szokás szerint, a hősök nem bírnak a nyers állati túlerővel. A magyar seregek valóban nem bírtak a sokszoros túlerővel. Az elfáradt, lerongyolódott honvéd csapatokat felfegyverzett, elsöprő fölényben lévő császári csapatok fogták közre. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja. A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedéséről hírhet Hajnau tábornoknak. 1849. augusztus 25-én Hajnau, az osztrák hóhér, százával írta alá az ítéleteket. Kire halált mért, kire súlyos, sok éves várfogságot. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Hajnau már ekkor tudta, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost és a 13 lázadó vezért kivégezteti. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestül kiírtom a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Fél esztendő óta vérzik egy egész nemzetsebe. A te műved, örvendj Hajnau, Habsburgháznak hű ebe. Meggyilkoltatád-e honnak nagyszámú derék fiát, s ezreket bebörtönöztél, mert szerették-e hazát.